kormányzata nevébe nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm együttesülésünk valamennyi résztvevőjét. A meghívóban között napirendi pontokat fogok tárgyalni. Első napirendi pontunk előterjesztés közös fenntartású oktatási intézmény társulási megállapodásának felülvizsgálatára. Mándorváros önkormányzata részéről jegyzőkön Fikeresítőnek Szeres Tibort ajánlom, és ő következik. A tanulmény terpulatban nincs itt nem értetek meg, de így TBS ütesztő részt vesz rajta, hogy fogja hitelesíteni. A jelenléti alapján megállapítunk, hogy ülésünk határozatképes. És akkor így visszatérek, hogy aki elfogadja, hogy részéről Szeres Tibor legyen a jegyzőkön Fikeresítőnek, azt kérem most készen is a szavazni. A napirendi pontokat az elsőt ismertettem, a másodikat szintén fogom most ismertetni. Előterjesztés az általános iskola 2011 évi költségvetésének a megtárgyalására. Ez a két napirendi pont van együttesülésen. Megkérdezem, hogy aki a meghívók között napirendi pontokat elfogadja Mándor részét, azt kérem most készen szavazzon. Köszönöm a tagú. Benk részéről kérem napirendi pontok elfogadását. Köszönöm egyhangú. Viszontos részéről kérem. Köszönöm szintén egyhangú. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az első napirendi pontot. Megkérem addig a pénzügyi bizottság elnökét, és a pénzügyi bizottság állásfoglalását. Képviselőtestületek, nem szeretném mondani, hogy elég behatóan foglalkozott a pénzügyi bizottság ezzel a társulási megállapodással, és mindenféleképpen úgy határoztunk, hogy azt a változtatást ajánljuk a jelenlévő három képviselőtestületek tagjainak, hogy a hatos pontnál egyértelműsítsük ezt a kétszeri felszólítást, meg azonnali beszedés, tehát itt mindenféleképpen az a véleményünk, hogy ugye valamennyien találkoztunk ilyen felszólításokkal, hogy általában 8 napot szoktak adni, tehát amennyiben a minden hónap 10. napján befizetésre nem kerül a két testület részéről a ugye megállapodás szerinti hozzájárulás, akkor 8 nap eltelte után, tehát kerüljön sor az első felszólításra, ugyanennyi, tehát 8 nap a második, és ezt követően, ha nem kerül befizetésre, akkor mindenféleképpen az inkasszót be lehet nyújtani. A hetes pontnál is változást javaslunk, ugye mert a gyakorlat az, hogy főleg most rengetegszer elhangzott, hogy amennyiben változtatást akarnak az intézmény életébe, akkor május hónap az, amikor ezt le kell jelenteni, hogy a fél év legyen meg, tehát decemberhez viszonyítva, tehát 3 hónappal korábban, tehát az iskolai év végén az marad, de ha figyelembe veszünk, tehát nem december 31, hanem május hónapra kerüljön erre mindenféleképpen sor. Ezt a pénzügyi bizottság javasolja, személyen pedig csak egyetlen egy ilyen megállapodás, mert ugye egyetértünk a törvények és a jogszabályok változtatásának beépítésével, de az utóbbi években nem úgy tűnik, mint a hármas pontnál, hogy általános fejlődési központ önállóan működő, a gazdálkodó maradvány érdekeltségű költségvetési intézmény. Tehát tovább nem tudjuk, mert ez a lényegben a maradvány jelvűségen csak azt kell érteni, hogyha az intézmény úgy gazdálkodik, hogy a költségvetését nem használja fel, illetve a saját közvetbevétele van, akkor önmaga dönt e felől, de itt már ugye döntés született testületi szinten, hogy ennek eldöntésében, illetve a megtakarítás felhasználásának meghatározásában képviselő. Ennyit azért hozzáteszek mindenféleképpen személyen mellő. És nem tudom, hogy kerüljön ez bele egyáltalán, mert nekem az a véleményem, hogy ez jó, hogy a törvény így rendelkezik, de a gyak,
gyakorlat, illetve az élet, főleg a mostani flexibilitások figyelembevételével már nem ez. Ha meg nem ez, akkor felintem ez a maradvány érdekeltségű. Jó, köszönöm szépen. Elfogadásra javasolja elnézést, ezzel a módosítással a bizottság. Ember megkérdezem, ezzel kapcsolatosan kérdés van. Ha kérdés nincs, akkor észrevétel, javaslat. Maradjál úgy benne, hozzá. Jó. Nekem lenne itt két dolog, ami nekünk nem tetszik. Tehát ezt az inkasszó. Tehát most eddig az volt a szövegben, hogy ha nem fizettem volna, benyújtott volna, holnap után felszólítasz, elviszed a pénzt. Tehát ez a társulási szerződés, ha nem egy bizalmon alapul, hogy akkor, amikor én nekem éppenséggel mondjuk nincs pénzem, valamilyen oknál fogva, mert valami akárhova el kellett költeni azt a pénzt, akkor megjelenik mándok, és elviszi azt a pénzt, amiből esetleg nekem a segélyeket kellene kifizetni. Tehát ezzel az inkasszóval, tehát ha ti nem bíztok meg bennünk, hogy mi tisztességgel fogunk fizetni, akkor én nem tartom tisztességesnek még a 7x8 napot se, mert a törvények azért a gazdaságban, meg mások is nem így működnek. Tehát 30 nap körül vannak ezek a felszólítások, 60 nap körül vannak az eljárások. Tehát a bank ezt a inkasszó így, ahogy van, semmiképpen nem tudja elfogadni, se a 8 napot, se a 30 napot. Tehát ez, ha kikerül a szövegből, akkor tudjuk ezt az egészet elfogadni. Aztán nekem volt egy másik veszőparipán, hogy mikor fizessük ki a hozzájárulást. Én eddig mindig úgy tudtam, megéltem 58 évet, hogy a tárgyhónapot követő hónap valahányadikáig kell mindenféle fizetési kötelezettséget teljesíteni. Ha elmegyünk dolgozni január 1-én, legközelebb február 1-én fogunk bért kapni. Ha a villanyt égetjük januárban, februárban fog érkezni a villanyszámla. Ugyanez mindenféle számlákra, mindenféle dolgokra. Na most ezt már beszéltük, jön az, hogy na de addig üzemeltetni kell minden, kérem szépen. Nincs akadálya annak, hogy januárban előleget fizessünk, előleget, tehát nem a tavalyi hozzájárulás szintén, hanem mindenki látja januárban a gazdasági helyzetét, hogy menjen. Tehát az ne legyen úgy folyamatos, hogy még a január oda tartozik, és mondjuk, ha ebben az évben fizettem 500 ezer forintot, jövőre ez a szint 400 ezer lesz, akkor ha az előző évi szintet számoljuk, akkor az annyi. Tehát egy előleget fizetünk. A másik dolog, még azt be tudjuk vállalni, hogy december 31-ig az évet kifizetni. Tehát nem megyünk át január hónapra, hogy a könyvelést meg minden tisztességesen el lehessen januárra számolni. De még arra az évre, mondjuk a 2011-re. Tehát december 31-ig kifizetjük az összes visszamenő adósságainkat. Tehát ha lesznek, vagy a decemberi kifizetjük abba az évben. Tehát én ragaszkodok ehhez a megfogalmazáshoz, hogy a tárgyhónapot követő hónap fizetékéig kell kifizetni inkasszó nélkül. Egyenlőre, ennyit szerettem. Köszönöm szépen, tessék igazgató. Alapjába véve azért kértem szót, mert én hibáztam, mert a bizottság egyik pontját elfelejtettem itt izgalmomban elmondani, de pontosan amikor említette, tehát ezt a, amikor évet kezdünk, illetve évet zárunk, és még nincs a költségvetés elfogadva, a bizottság véleménye az,
év szintjének megfelelően történjen a finanszírozása az intézmény számára, amit az intézménynek működnie kell. Na most, ha mint intézmény vezető akarok véleményt formálni, vagy bizonyos mértékig reagálni a felvetésedre, akkor lehetnék cinikus is, hogy azt mondanám, hogy engem abszolút mindegy, mert nekem megvannak a kötelező feladataim, a feladathoz van a kiadás, most én mindegy, hogy milyen, csak lássanak el a fenntartók, tehát a három fenntartó a feladatok ellátásához. De ezt nem tehetem, mert a sajátos helyzetem miatt ugye a bizottság elnöke vagyok, és hatásos véleményem az, ismerve településünk anyagi helyzetét, illetve hitelállományát, meg hogy mire fogunk rá kényszerülni, hogy most már, mint jó nagytestvér, nem tehetünk különböző kedvezményeket a kistestvér felé, mert mi se vagyunk jobb helyzetben. Tehát egy hónapig nekünk etetni kell ezeket a gyermekeket, egy hónapig jönnek a számlák, a húsipartok, meg kell zajna sorolja, és ha minden hónap első, tehát követő hónap első 10 napjában kerül a finanszírozás gyakorlati végrehajtása, akkor tulajdonképpen egy hónapot meg kell finanszírozni nekünk. Ez egyértelmű. Tehát mindenféleképpen. Nekem ez a véleményem, és a másik véleményem, mert ismerjük egymást, és remélem, hogy kölcsönösen tiszteljük is egymást, a mai világban ennek ellenére nem az a döntő, hogy kibe bízik meg, mert az élet olyan dolgokat produkál, nem olyan rosszakat, hogy el kell távozni mindegy, hogy polgármesteri székből, vagy igazgatói székből, vagy képviselői székből, határozott véleményem, hogy egyértelműsíteni kell a dolgokat, papírra kell vetni, és a bizottságnak is ezt javaslom. Köszönöm. Köszönöm szépen, van-e még ezért esetben? Én gondoltam az egészhez. Először is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a képviselőtek követő ülésünkön. Hát, nem akarok vicces lenni, de megtörve bár, de fogyva nem élnem, csak de az állam egy kicsit megfogyatkoztam. Ilyen új testület, de bízok benne, hogy egymás iránti bizalom jövőben is megmarad, mint eddig volt. Tehát a bizalomból kiindulva, én szoktam mondani, mert lassan szállunk évé válik, hogy a bizalmat visszautasítani nem lehet csak elveszteni az egyet. Hát én, hogyha valami előtt bízok, addig, míg nem dobált, hanem akkor vicces formát ölteni, addig nem van minden. De hogyha egyszer átadott, akkor végig szabad emberben nem mindegy, hogy kiről van szó. Szoktam mondani, fajra, nemre, vallásra való tekintet megyek. Tehát itt az inkasszóval kapcsolatban eddig ebben ott, amit megtudott a kollégám, barátom Mészáros Kajos, tehát egyetértek véle, tehát itt is eddig nem volt ezzel gondunk, mert nem volt olyan, hogy le tudtuk volna teljesíteni a munkát. De most rendben magamat is megcáfolom, igazgatóknak is, mert azt is szoktam mondani, jobb közmondás, szóval elszáll, az írás megmarad. Tehát már a mai világban papírra kell vetni sok mindent, illetve majdnem mindent, mert viccesek, hogy a szót szoktam mondani sokszor, már még a trükkvég szállami érzősen a rég. Mert azt sem tartják, hogy hiába van egy jegyzőkönyvben rajta. Hogy nem akarok még egyszer bagatellizálni a dolgot, itt vannak a törvények, tehát még a törvényeket se egyformán értelmezzük, mert ha egyformán értelmeznénk, akkor nem lenne szükség az ügyvédekre. Igaz? Mert csak azért vágják egymást. De visszatérve erre az egészre, tehát ott folytatnám, tehát én is, tehát hasonlóképpen gondolkodok, mint a Lajos, de azt mondom, hogy mód és lehetőség volna rá. Természetes, most már nincsen. Kis testvér, nagy testvér, igaz, hogy az Unióban is van kis állam, vagy nagy állam is, de a nagy állam Németország nem játszik vissza a Szlovéniának, a 86 millió, másoknak csak 2,5 millió. Tehát most akkor, tehát itt az egyenlóság elve a jövőben is, tehát attól függetlenül, hogy valaki nagy, vagy kicsit, de hát akkor kölcsönösen tartjuk egymást tiszteletben. De itt
az inkasszó, amivel mi is késve kapjuk az állami normatívát. Tehát nem lenne jó, ha az állami normatívok kifizetését megelőzően kellene teljesíteni ezt az úgynevezett tartozásunkat, vagy a város felé lévő tartozásunkat. Ez elég mondom, mert hogyha megnézitek, aki számszaki ember, tehát tudja, hogy tehát nem fizethetek hamarabb, míg az én zsebemben nincsen pénz. Tehát itt is, mint hogy az életben nagyon sokszor az ember kompromisszumra legyen kész, vagy képes, mert most még előtt nekem nem fizetnek, nem semmi vannak a vállalkozói szférában ez a körbetartozások, mert én sajnos vagy jó, mind a két szférában vagyok, kérdezében, tehát ismerek. Tehát én nem kapok pénzt, amíg nem fizetek, lefolyik az egyszerére az egészet. Tehát ezzel kapcsolatban ennyit, most rendben van, hogy azt a pénzügyet sem megtárgattam. Tisztelen becsülöm, nektek van egy állásmunkatok, de másnak a véleményét is hallgassuk meg, mert mint a működősen azt szokták mondani, hogy hallgatassék meg a másik fél is. Tehát erről ennyit, tehát addig nem tudok fizetni, tehát ez lenne az alapvető, a kétszer-kettő, míg én nem kapok pénzt. Mert nálam nincsenek olyan adóbevételek, hogy én akkor ne talántálnál, hogy Isten ilyen törztésre tudja végrehajtani, hogy teljesíteni. A másik pedig szintén volt egy olyan pontja a megállapodásunknak, hogy a társult önkormányzatokat terhelő költsége viselésének szabályozó. Itt majdnem a lakajától vissza egybevetéssel, akkor itt van, akkor pontosan felolvasnám, a közoktatási feladatok tekintetében a kapcsolódó normatív állami hozzájárulásokat és saját bevételeket meghaladó kiadásokhoz a társult önkormányzatok az ellátotti létszám arányában járulnak hozzá. Pont. Én itt a pont helyet leszűrtennék, és akkor folytatnám. Csökkentve a bejáró tanuló támogatására kapott állami normatívából. Mint ahogy már, hogy ezt megtárgyaljuk, mint ahogy már itt ebben a kidolgozásban ebbe szerepel. Akkor, mint hogy te fogalmaztál igazgatóan, hogy vessünk papírra, ez nem bizalmatlanság, tehát egy papírra van vetve az egyik oldal, akkor legyen papírra vetve a másik oldal is. Tehát én akkor ezt javaslom, még észre mondanám, hogy akkor itt akkor veszünk tenni, és akkor így akkor beírnánk azt, kibővítve csökkentve a bejáró tanuló támogatására kapott állami normatívával, mint ahogy itt már ki is van dolgozva, tehát a tegnapi a számszaki oldalon már nem akarok túlmenni rajta, csak mindenki által ismeretes, hogy akkor miről beszélek. A másik napján egy pontunk lesz, hogy abból lett csökkentve a béki és a tiszomírósi bejárónak a normatív hozzájárulási költsége. Tehát én ezt kérdem részemről, egyelőre ennyit is, megköszönöm a meghallgatást. Köszönöm. További. Csak egy perces választ megalgálnék az igazgató úr felvetésére. Igaz, hogy januárban neked érkeznek a számlák, érkezik a hús, érkezik akármi, de én azt mondtam, hogy decemberben kifizetek mindent. A január 2-án érkező szállítmányt, akármit, akár kenyeret is, nem kell neked január hónapban kifizetni, csak február 10-én. Tehát az évet lezártad, tehát nincs ez a holtpont, hogy ezt miből finanszírozom. Mert nem fizetett ki január 2-án a megérkezett számlát, hanem csak február 2-án. Majd fogok oda vissza, mert ezzel kapcsolatban is el szeretném mondani azért a észrevételemet. Nem véletlenül van az, hogy mindenhol 10-ig kell azt az összeget átutalni. Mert januárban, hogy Benke Kumbafilét nem fizetett, januárban még a decemberi beérkezett számlát kellett fizetni, vagy a teljesítmény szállítói tartozás. És erre mondta igazgató, hogy egy hónap kimaradna, hogy ezt csinálnád. Ha te garantáltad volna december 31-ig, hogy kifizetted előre, már úgy előre, hogy akkor december, január 10-ig az a fennmaradó összeget,
akkor biztos kerültünk volna januárban a támogatást, amivel hozzá kell járulni bennek, vagy esetleg viszonylagosnak a intézményhez. Na most ezen tiszta sor lehetne vitatkozni, és előbb utólag fizetni. De mivel ez egy sorozat, és azért volt az, hogy 1/12 részre van lemondva az intézménynek a költsége, az utalása, a normatíva. Mi nem azt a normatívát kérjük előre, hogy előlegezzétek meg, hogy mond az államot, hát mi sem kapunk, hát mi ezt nagyon jól tudjuk, ugyanúgy vagyunk, mint ti, mi mindjárt. Hanem azért van az, hogy 1/12 mindenhol arányosan lehetőleg, és 11-ig. És mivel ez nem történt meg januárban, hogy egész hónap egy kumbafilé nincs utalva, az nem lehet, hogy az intézmény ne tudjon működni, jönnek a felszólítások, és akkor majd utána, amikor tudok, fizetek a bizalom. Na itt kezdődik az, hogy lehet bizalommal élni, és élünk is egymással, mert amikor annó több hónapon keresztül Mándok önkormányzata finanszírozta a banki részt, és még úgy álltunk... A jelen időről nem mondtam még végig, de ha meghallgatsz, akkor jelen időt is el fogom mondani. Ez ment így októberig, mert addig mi kellett. Nem kell merjen, hogy mióta te vagy, nincs ilyen. Azóta nincs az, hogy azóta van az, hogy esetleg le kell írni, hogy 10-éig. Mert te másképp látod. Hát ezért ez most már leírva, mert még az előtti polgármester volt, nem volt ilyen, hogy mindenki tudta a kötelesség, mert ez kötelezően elátható feladat. Van egy megállapodás. Mindjárt megpróbálták betartani. És nem betartatni most, mint esetleg te neked más szándékod van. Ezért írjuk le, és azt mondtam, hogy játszunk tiszta lapokkal, el kell dönteni, hogy mit akar a benti önkormányzat, hogy most Mándokot nehéz helyzetbe hozni, vagy saját magát, de gondolom magatokat nem. Hát Mándok képviselőtestületileg biztos, hogy abban partner lesz, hogy mi húzunk olyan értelemben, amiket a senki nem húzta eddig, hanem egyformán állunk. De most már úgy látom, más irányba megy el, és ezért kell én az, hogy akkor, ha kell, 8 napunkban inkasszó, és a második felszólítás után viszont akkor meg az inkasszó, az elsőnél felszólítunk. Abba esetleg, hogy ez most nem 8 nap legyen, hanem 10 nap, egy-két napot lehet. De az nem megy, hogy 10-ig kell befizetni, adunk 10 napot, az már lehetünk a hónap is, akkor egész hónapot Mándok finanszírozza, ha tudja, de nem tudja, és akkor most feltődik itt, hogy az intézmény, mit csináljuk, dolgozót fizesse, számlákat fizesse, etesse, szóval ne hozzuk egymást kellemetlen helyzetbe. Ezért van az, hogy le lesz írva, hogyha kell, mert azt mondjuk azt, hogy elszáll, papír elbírja. Van egy ilyen, ez törnyelt, hogy inkasszó, itt abban lehet, hogy esetleg a nap mennyi legyen. De 30 napot nem ad neked akkor a gáz, nem ad a EON, senki, hanem ön az kikötni. És nem hiszem, hogy az kellene, hogy appelláljunk, de bízva abba, hogy nem ez a szándékotok. Amennyiben másképp gondoljátok, akkor meg tiszta lapokkal kell játszani, hogy nincsen szándékotokban, tovább majd ezt így működtetünk, mert máshol játszunk a gondolkodtok, nincs akadálya. Ez nem házasság, azért van az a javaslat is, hogy ha kell, nem december 31-én. Ezen tudunk módosítani, ha fel szeretném mondani benti önkormányzat ezt a társulási megállapodást, hogy ne az legyen, hogy megvan kötve a keze, és akkor fel kell tudom mondani ezelőtt december 31-ig, nem? Május 15-ig felmondhatja, amennyiben így dönt. Május 15-ig, akkor legyen idő, és a szeptemberben akkor úgy indítják, hogy gondolják. De az nem lehet, hogy a Mándoki önkormányzat itt lévő intézményét teljesen elrepedítse. Mert ez sajnos egyre úgy néz, hogy előszól. Hát nem tudom, én úgy értelmeztem a Benki polgármester úr legutolsó felvetését, amit ha a gyakorlatban így történne, akkor észrevenne benne, és nem jelentene problémát, mert mindenféleképpen ugye elmondott, hogy úgy érkezik az ember a december 31-hez, hogy ugye nincs tartozása, és ahogy elmondta, való igaz az, hogy az azt következő számlán befizetésében két nap, meg egy-két hét feladata, hanem lehetne felpróbálva itt inkább az, hogy tájékoztatásul, mert nem tudom, hogy a számok birtokában azért a jelenlévő többsége nincsen. Szóval az állt fent, hogy december hónapban a kifizetetlen számlánk meghaladta 8 millió forintot. Tehát a logikus gondolkodás, amit felvetett, meg a részszerűség, meg a gyakorlat, ekkor működne, ha így lenne, csak az a helyzet, hogy a gyakorlat,
meg nem ezt mutatja, és ezáltal nekem is azt kell mondanom, mert úgy látom, hogy mindenféleképpen az élethez kell igazodni, hogy ez a befizetés történjen meg, ugye, tizedik éveket. Nincs arra különösebben problémák. Értelmezési problémáink vannak ezzel, hogy mikor kell fizetni. Én, tehát december 31-én rendeztem minden számlámat a felétek. Akkor érkezett annyi pénzünk, hogy az utolsó pillért át tudtam december 31-én utalni. Tehát most hiába mondjátok, hogy egykor, hogy miért nem fizettem ki december 1-én, nem volt idő. Tehát az, hogy januárra fizetünk, nem fizetünk, tehát egy előleget hajlandóak vagyunk fizetni, a januári részre, mondjuk nincs is vele problémám, hogy mikor, hogy ki kell fizetni a tárgyónak fizetékét. Még ebbe vele is megyek, ha már ennyire fáj ez nektek, hogy mi van a szövegben. Még mindig akkor fizettem, amikor pénzem volt. Tehát ti látjátok az én pénzemet, én nem látom a tieteket. Tehát ti beérkezek, valami, megjöttem, már csak tájékoztatásképpen mondom, mivel fogadtál, na, gyere, meg lesepelni a pénzt. Hát azért bennek is vannak kiadásai, egyéb gondjai, tehát, de nem mondom, hogy nem akarom kifizetni. Még ezt egyszer sem mondtam. A másik dolog, tehát ebbe engedek, legyen a tárgyónak fizetitek, az inkasszóba nem engedek. Tehát addig, amíg az inkasszó benne van, tehát ha ti annyira féltek én tőlem, hogy én nem fogok fizetni, akkor nem tudok mást mondani. Ez igaz, hogy rámondta egyszerűen, hogy kicsit bizalmatlan vagyok. Hát talán néha van is alapja, de ti még jobban bizalmatlanok vagytok, mert az én pénzemet akkor is, ha kenyérre kellene, tehát ha kell nektek, ha nem, el akarjátok sekkelni. Tehát az inkasszót, ha kiveszitek, és a Bálint javaslatát beteszitek, akkor Benk meg tudja szaladni ezt a társadalmi szerződés módosítást. Igen, Karocsi. Én nem igazán értem, mert Bálint is azt mondta, hogy legyen inkasszó, csak a határidők úgy legyenek, hogy normális keretek között, igaz? Tehát a társulási megállapodásról szóló törvény alapján a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén mi az irányadó eljárás. Ott van zárójelben, hogy a társulás döntésétől függően a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzatok ellen felhatalmazással történő beszedési megbízás alkalmazását. Tehát tartalmaznia kell. Ezen belül, hogy a határidőket hogy határozzuk meg, az a testületek dolga. Ebben van szabad. Nem. Az első sort is olvasd még egyszer. Tehát meghatározza, hogy valami dolog legyen. A legtöbb... Nem teljesített. A legtöbb polgárjogi szerződésben az áll, hogy a polgári törvénykönyv, nem tudom melyik, tehát a bírósághoz lehet a továbbiakban, a jogorvoslatra, fordulni. Tehát ha én nem fizetek, akkor ott van jogorvoslatra a Magyar Független Bíróság. Ha a vállalkozó vagy esetleg nem önkormányzat részéről, figyelj csak idején. Egy bíróság, hogy majd mikor fogja a 3-4 hónapra, mert én azt is arra mondom. Te gondolod, a vállalkozók jobban ráérnek, mint az önkormányzat. Nem az jobban ráérnek, hanem maradjuk abban, hogy... Polgári törvénykönyv szabályait, ha betesszük, aláírom. Tehát nyugodtan, amit a törvény meghatároz nekünk, de inkasszó nem. Tehát én azt szerettem volna még elmondani, hogy minden önkormányzat most már az állami támogatást a hónap első munkanapján kapja meg. Tehát az a második, a harmadik, a elsője azon a napon kapja meg. Ha nem tud tizedikét fizetni, akkor az azt jelenti, hogy nem fog tudni csak következő hónap első munkanapján, amikor megjön az állami támogatás. Tehát vagy úgy kellene megfogalmazni, hogy ez a kétszeri felszólítás egy 30 napos határidőt toljon ki, és akkor a következő hónap állami jártól tud fizetni. És akkor
Mondjuk ez így logikus jegyzemény. Akármint belész, úgysem tudod bevenni a pénzben, ha nincsen. Csak úgy, hogy mivel ti tudjátok, hogy az én segélyem 24-én érkezik, tehát előbb látjátok, mint én, tehát 24-én leveszitek a pénzemet. Tehát a segélyre kapott pénzemet. Még talán a 2x30 napos határidőben beletek. Nem kétszer, egyszer, harminc nap. A következő állami másban nem tudom fizetni. A következő havi állami volt. Tehát, így ha 10-ig nem fizetsz, akkor a következő hónap elején már tudsz fizetni. Így van. Az 30 napot tudok bevállalni. Tehát most... 10-15. Ezt az igazod így, hogy az én pénzem, tehát a közben segélyre érkező pénzem, aki el tudjátok vinni, nem engedett. Tehát ez így nem engedett. Jó, kérem a parancsol véleményeket. Esélyt. Én azt gondolom, azt feltételezem mindhárom fél részéről, hogy a megegyezésre, meg a bérességre törekszünk természetesen. Én a kialakult vélemények hallottán én azt azzal a javaslattal élnék, hogy tulajdonképpen szerintem itt most a legutolsó variációval, hogy egyszerűen elmondott, illetve a polgármester is reagálta rá, picit elbeszéltetek egymás mellett, de tulajdonképpen szerintem hasonlóan beszéltetek, vagy hasonló vélekedés jött elő. Tehát ha az inkasszó benne maradna, mint legvégső megoldás, meggyőződésem, biztos vagyok benne, hogy nem arra appellál egyik fél se, tehát Mándor biztos, hogy nem arra appellál, hogy minél hamarabb tudja inkasszolni, akár mentől, akár Magyarostól, de korábban kialakult egyéb bonyodalmak meg jogviták miatt is fontos az, hogy minden pontosan legyen rögzítve ezekre a ilyen típusú megállapodásokba is, és hogyha az inkasszó benne maradna a 2x15 napos határidőről, amit a jegyzőnő javasolt, tehát 15 nap felszólítás és a következő 15 nap elteltével, ami tulajdonképpen már 30 napot jelent polgármester után, az a első 15 nap letelte után felszólítás, és feltételezve azt, tehát teljesen a jó szándékot, hogy nincs pénzetek és azért nem tudtok fizetni, mert mint ahogy mondod, látja Mándok a pénzeteket a számlán, tehát semmilyen sumákolás feltételezésére sincs ok, hanem látható, hogy valami oknál fogva nincs rajta pénz, és a következő, gyakorlatilag az azt jelenti, a 30 nap letelt, hogy a következő beérkező állami normatívából mindenképpen rendeznetek kell a fennmaradt vagy fennálló tartozást. Tehát ha ez a dolog elfogadható lenne így, és mondom, törekedve arra, illetve mindenképpen mindhárom fél részéről a jó szándékot és a megegyezési szándékot, illetve a korrekt együttműködés fenntartását feltételezve, és a polgármester által mondott korrigálás is itt a szövegbe beépítve, természetesen már hogy a számhoz igazodjon a szöveg is, akkor szerintem ebből egy megállapodási dolgot, egy illetve aláírható megállapodást össze lehet hozni. Tehát én mondom, úgy gondolom, hogy mindenki az egyességben megállapodásra törekszik, eltekintve én most polgármester úr bármit mondtál, jövőről, meg hogy lesz, mint lesz, az majd a jövő zenéje, de mindesetre azt én fontosnak tartom, hogy rögzítve legyen. Tehát nem arra kell kihegyezni a dolgot, hogy mikor tudunk inkasszózni, mindenki igyekszik a kötelezettségét, a vállalat kötelezettségét teljesíteni, de ha valami extrém oknál fogva ez nem történik meg, akkor legyen annak egy zárható kerete, mint ahogy a törvény előre sem megvan rá. Valóban itt, tehát ha a 8 nap, illetve a határidén ennek lehet lamentálni, én szerintem a 15 nap, 2x15 napos határidő, de 15 nap felszólítás és a következő 15 nap letegedő után, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy 30 nap eltelik a esedékességtől. Nem tudom, hogy ez mi a reagálásatok. Köszönöm szépen ennyit fogom. Köszönöm, van egy kedves képviselő úr, nekem annyi reagálásom van rá, hogy végső soron lehet, hogy el tudjuk fogadni, ha megbeszélem a képviselőtestülettel ezt a verziót.
Csak tehát apelálás. Tehát ebben nem volt egyetlen egymás sem. Ebben az előterjesztésben. Ez azt jelentette, hogy 11-én küld egy felszólítást, 12-én még egy felszólítást, 24-én elviszi a pénzünket. Tehát ha rosszat gondolunk egymásról, akkor ez a rossz. Tehát ez gondolom én. Ő is rosszat gondol én rólam, mert azt mondja, hogy bele kell minden áron szorítani ezt az inkasszót, mert ez olyan ember, hogy ez nem fog fizetni. Tehát az elveimhez tartottam magam, ott állt a számlámon a pénz, nem fizettem ki. Mert én azt mondtam, hogy a tárgyalnak 15 tárgyalnakot követő 10-éig, ott volt a pénz a számlámon, nem fizettem ki. Tényleg nem fizettem ki. Ha akartam volna, kifizettem volna, csak tehát azt a reagálást, hogy már pedig minden áron ideadni azt a pénzt. Tehát tisztességesen meg lehet mindent beszélni, tehát ezeket a dolgokat. No, majd én a képviselő elmesélésén még gondolkodunk itt a képviselő testület, mehetünk tovább a következő, a Dési Bárnyi felvetés. Jó, hát azért még nekem ehhez valamit kicsit hagyjuk annyiban, még én vezetem. Attól függet, hogy most István tett itt egy javaslatot, hogy elmondott itt a napok. Én akkor is azt mondtam, hogy 8-8 napot javaslunk. Elmondtam már, hogy mit vagyok. Az, hogy a napokban tárgyaljuk, természetesen azért is nem én döntöm el, hanem azért vannak itt a képviselő tagok, akik el fogják mondani, hogy ők hogy is mit látják. Pontosan ezért van szükség arra a szóra, hogy az inkasszót és itt a napot már oda tenni, mert amikor én jeleztem neked, hogy a 10. és a megállapodás betartó, hogy át kellene utalni, mi volt? Nem utalom. Most elmondta a 10. is, ott állt a pénzed, nem utalt. Hát ezt el kell fejteni, az nem a te pénzed, az az önkormányzat pénze, a másik nem azon múlik, hogy te milyen jó inkbe vagy jó cipőbe küldtél akkor nap, hanem van egyelőre egy társulási megállapodás, ami mindnyájunkat kötelez. Nem engem, nem csak téged, hanem mindnyájunkat, és ezért nem te vállaltad a fel, hanem az a testület, aki eddig volt, és az hozott egy döntést, és addig az egyelőre nincs módosítva, tehát is ugyanúgy kötelező, mint én nem vagy a másikra. Még kezdődik az, hogy a betartása a megállapodásnak, és ezért szükséges az, hogy benne legyen ez, amennyiben nem tudjuk időre fizetni, mikor legyen az a felszólítás, mennyi az az idő, az időintervallum, és itt ezen természetesen lehet, ezért van itt megállapodás, hogy az egy olyan kompromisszum, akkor nem 8 nap, hanem az első felszólítás 15 nap, és a második felszólítás arra 15 nap, így is megy, ha napot kaptál a másik, mi tudjuk, hogy mikor és hogy van pénzed. Nem azért, hogy az addig elsőben, igen, most nem a közcélú fog érdekelni, hogy megkapja a fizetés vagy nem, hanem előbb az intézmények, amiknek működik, hogy nem kapcsolják ki a közvilágít, vagy a világítás, vagy a fűtés, vagy bármi. Az a kötelező feladat, amit el kell látni, majd utána megkapja az a közmunkás. De elsőben még a dolgozóit is, hogy kapjanak ér, hogy ne ugyanjuk a környező településeken. Nem ez a cél, gondolom, és ezért van az, hogy mindenképpen, ha így van, abba tudjuk, volt javaslat, hogy esetleg ez 4-5-15 nap legyen, akkor ezt a testület ugyanígy meg tudja tárgyalni, és annak megfelelően akkor majd esetleg legyen, de mindenképp ott kell, hogy legyen az a szó, hogy inkasszó is lemelni. Mert garancia kell, nem az a garancia, hogy te vagy én vagy holnap ki vagy, hogy mi lesz, hanem a megállapodás megfelelően. Elhangzott egy másik javaslat, majd mindjárt élek a bármikorra. Ott van benne a 7-es pontunkban, hogy a DEC30 felmondás iskolébe csak évvégére DEC31. Ezt is kívánjuk módosítani. Rugalmasabban, szabad kezet adva. Ahhoz, hogy aki menni akar, az menjen. Ha nem tudja azt a feladatot, amit bevállalt, tovább csinálni. Erre mondjuk, hogy nem DEC31, hanem akkor május például ez év, május 15-éig. Márciusig az életük is zárjuk el, felül vizsgáljuk, az le lesz zárva, és aki úgy gondolja, hogy ebben az évben nem tudja azt teljesíteni, vagy nem akarja, inkább talán még ilyen szó is van, akkor az nyugodtan szeptemberben még kezdhet másokra. Hogy ne az legyen, hogy miért nem mondta fel, hogy ez 30 és megvan meg a kezek, nem lesz meg a kezek. Ezért január vagy májusig, és ezután ez minden évre így vonatkozik, mert egy évre úgy így lesz. Vagy legalábbis úgy néz ki, hogy határozatlan időre. De ha kell, akkor nem lesz megkötve a keze senki. Ez volna a másik javaslat, és akkor Bányi Dévával kapcsolatosan. Igen, elgondolkodtam, hogy
előbb, amikor ezt elmondta, kezdtem nézni, hogy a hozás és a bevételek, és ilyenkor igen, nem csak a bevételek, nem is hanem a csökkentésérő, talán úgy esetleg ezzel kapcsolatosan van-e valami a részedről, hivatalosan. Minden megállapodás kérdése. Igen, de gondolom van még megkérdezem itt a képviselőtársaimat is, hogy esetleg ezzel kapcsolatosan, hogy is úgy látják. Mert ez biztos, hogy a megállapodástól sok minden fog függni, mert annak is van, és nem vettem addig előre, hogy meddig önálló intézmény ez az intézmény. Mindjárt a társulástól fog függni a sok megállapodástól. Elképzelhető, hogy hosszabb távon nem ez lesz, ez már azért is tudjátok, hogy legalábbis tudott el, hogy kistérségi szinten biztos, hogy lesz benne lépés, és elképzelhető, hogy vagy kistérségi szinten, vagy esetleg nagyisten, ha kell, helyi szinten lesznek az összevonások. Még egyelőre azért nem akarok arról beszélni, meglátjuk a társadalmat. De most is azt mondom, hogy játszunk tiszta lapokkal, és ne azért kezdünk egyik másról kötözködni, mert úgyse ezt akarom, hanem csak hogy mondja felmántunk, hát ha kell a társadalmi felmondást fel tudja mondani. És ez volna az, hogy nem fizetéssel. De nem akarom, nem erről szól a történet. 21 évvel ezelőtt azért jöttünk így társadalmástól, három településsel, hogy mindjárt érdeke ezt kívánta. És eddig ez működött jól, most már két-három hónapja egy új program súgódott, hogy ez nem megy meg, csak azt, amit ediktálsz te, mondhatod, azért vannak rajta fülmény képviselők, meg rajtunk túl is, és jelentik, hogy ez a megállapodás élet tovább, vagy akkor valaki fel akarja jogává felmutatni. Jogává felmutatni is. Lekocsolatot, és nem lesz kárt, hogy ez 31-je. Ha kell, akár még május 15-ig is vissza, sőt, április úgyis vissza fog rá térni, de az elszámadáskor mindenképpen találkozunk, meglátjuk azt, hogy mi az, amit állami normatívát adna esetleg a kistérségi szinten működtetjük, vagy csak azt, mint három társulási formában. Hogy melyik verzió lesz, hogy mi azóta tudjátok, hogy most már keresgetünk ugyanúgy az egyházat is, intézményeket, és amíg gazdaságosabb lesz, mindig oda fog lépni. És erre mondtam, hogyha kell, akkor talán végezés felül lesz vizsgálva, és akkor azt mondjuk, hogy összevonjuk bizonyos dolgokat. Semmi nincs kizárva, mert a mostani költségvetés mindenkinek, ahogy elnézem és tudom az országban, ez egy kényszer költségvetés. Nem vagyunk nagyon kényszerben, mint mi vagyunk. De mint gesztor, muszáj vagyunk akkor együtt ezt így csinálni. És arra törekedni, hogy lehetőleg, ha már ilyen rossz per pillanat ez a költségvetés mindenkinek, az egész országnak, akkor találjuk a kompromisszumot is, mert észrevenni. Eddig sem volt még a 20 vagy 21 év alatt arra rendszeres, hogy mándul bármikor, bármi önkormányzatból ilyet csinált volna, vagy levette volna. Nem ez a szép, de egy fénynek benne kellene, akkor benne kell lenni. És ez legyen gőgösség, hogy bármilyen címszalad, hogy akarok, most fizetek, ha nem azért sem fizetek, az otthon a pénz nálam. Ne így működjön. Ezért lesz a papírra levetve. És a bármilyen tudott a kollega úr, én is el tudom fogadni ezzel a kiegészítéssel. És kérlek azt, hogy tessék valamit. Nem tudom, én egyértelműen nem foglalkoznék ilyen határozott elképzelésekkel a jövőt illetően, azért nem, mert a mai nap is pont egy ellentétes hír jelent meg, mint ami a szándék volt. Tehát tényleg én sem akarok ebből belebocsátkozni az egyházi átvétellel kapcsolatban, meg kistérségével. Ez most fog kiforni majd alapjába éve az elkövetkezendő időben. Itt egyetlen egy dolog van. Van egy közös intézmény. Ennek az intézménynek működnie kell, ha tovább nem, akkor június végéig. Ameddig ugye a tanév be nem zárul. Azt hiszem, hogy jelenlévő mindegyike tudja, hogy tanév közben nem lehet olyan dolgokat tenni, hogy összevonom a csoportot, megszüntetem a csoportot, mert ez törvény tiltja. Tehát a jelenleg is struktúrában csoportlétszámmal, ami törvényesen működik, tehát ugye mindenféleképpen el kell érni a tanév végét, és addig ugye lesz lehetőség gondolkodni májusig, de most ezt május 15-ig, de mondom, hogy addig még rengeteg minden változik, és ezt a szót próbálnám mecsetelni a kompromisszum. Hogy valóban meg kell egyeznünk ebben, mert olyat nem tettünk, hogy most akkor félbehagyjuk a tanévet. Tehát nem kérek én egy évet, majd az iskolai költségvetésnél el fogom mondani, hogy már teljesen csontig le vagyunk faragva, tehát de azt majd annál a napi rendi pontnál. Úgyhogy jó magam is tudom azt
ugye elfogadni, ami két részről is felmerült, a jetőnő részéről is, és a Senki polgármesterről is hajlandóságot tanúsított ennek elfogadására. Ha valamilyen problémája van, függetlenül attól, hogy milyen ez a probléma, a 30 napot ne haladja meg a befizetés. Mert az észszerűen is lehet olyan gond, hogy tényleg nincs pénze, mert a 30 napot még alapjában véve ilyen formát el lehet fogadni, mert ha számolunk ezekkel a 8-8 meg 8 napokkal, meg még az inkasszat, majdnem úgy van. És az észszerűség az, hogyha megkapta a finanszírozását, a normatívát az államtól, akkor nem tudja a következő alkalomkor viszont, és ezt mondom, hogy maradjunk benne az inkasszó, tehát akkor már lehessen érvényesíteni. Én nagyon örülök annak, hogy támogatja a mi polgármesterünk is, a Bálint polgármester úr javaslatát, jó magam is, mert ez nekem előre vetíti azt, hogy a pénzügyes által elkészített 6 variációból, ami kimondottan a hozzájárulás mértékével foglalkozik és igazságos mivoltával, hogyha már ez így elfogadásra kerül, akkor természetesen, hogy jónak tartjuk, meg járható útnak tartjuk, akkor legyen benne. Tehát én ezzel a két változtatással javaslom elfogadásra a képviselőtársaimnak, mert észrevés és alapjában éve, az éve is ezt mutatja, hogy ilyen elő problémák előfordulnak, és így mentett nem oldani. Hát most én ezt támogatnám, hogy 30 napot ne haladja meg, tehát két finanszírozási időpont, hol a másodiknál érvényesítsük, illetve kerüljön bele ez a bejáró normatíva ilyen jellegű kiszámítása. Már így mondom, mert mi valamennyien tudjuk, tehát a 300 variáció által elkészített hozzájárulás. Rendben, köszönöm, már még esetleg. Viszont választ, ha megengedni. Amióta itt vagyok, mindig csak a fenyegetéseket kaptam, hogy lehet menni, lehet kapom. Most is ezt kapom, hogy mehettek. Hát figyelj már mi. Ne erőből próbáljátok ránk hatni, hogy mehetünk. Hát a kicsi már most nem bír esetleg annyit fizetni, már mehet. Hát rúgjuk ki az ajtón, igaz? Tehát mindig ezt hallom, hogy mehettek, hát tessék, előttetek áll az ajtó, menjetek. De kitűn az ajtón elnézést, a polgármester utolsó, és most is ezt mondom, hogy nehogy már a falat próbálja ragadni a kutyát. Egyelőre még nem te voltál, ott a többi elődeit, három szegény, és nem volt velük soha semmi gond, most te októbertől úgy gondoltad, hogy megváltozott a világ. Mit változtattad? Egy pillanat, megváltoztatod. Én erre mondtam, mikor te azt mondtad, hogy nem fizetsz meg, akkor nem fél, akkor. És én erre mondtam, hogy van egy megállapodás, mikor oda közsorol felülvizsgálta. Ha úgy gondoljátok, hogy nektek ez nem jó, akkor köszönöm szépen. De én most is azt mondom, hogy a megállapodást mindenki tartsa be. Ha nem tetszik, akkor ki kell mondani és tiszta lappal játszani, mert tudok róla, hogy hogy merre tapogatózol. Hát én sem most értem a falvédőről, és erre mondtam, hogy nyugodtan lehet menni, tudom ladány, tudom efeső, nem sorolom. Hát akkor most ezért mondtam, hogy játszunk már tiszta lapokkal, hát azért kicsit rébekben kezdtem, és azért belelátok a dolgokba, Lajos. Örülök neki, hogy ambiciózus vagy. Egy dolog van. Elhangzott itt, azt hiszem, mint a kollega részétől meg egy pár részről, hogy egyik az, hogy a tovább is, mint eddig volt, a hivatalos megállapodás betartása. Ha ez nem megy is, de nem látod rá lehetőséget, attól még a képviselőtestület tagjai el fogják mondani, gondolom, a véleményüket, és annak meg kell fogják kialakítani az álláspontjukat. Én nem azt mondom, hogy menjetek, de az sem megy, hogy most majd te, amit te diktáltál, hogy mi meg ezért meg fogunk ijedni. Hát nem fogunk meg ijedni. Erre mondta, hogy van lehetőség. De ne ezt én ragadjuk ki, hanem mint hogy igazgató is elmondta az előtt, van három olyan verzió. Ebből az, hogy elhangzott a kétszer, akkor 8 helyett 10-15 nap. Először csak azért tudjunk haladni. Én ezt kérdezem, mert azért volt itt ilyen javaslat. Ha úgy van, hogy ezt a Mándor képviselő testet tudja-e támogatni, ez volt az egyik része. A második elmondta lehetőség. A hetes pontnál, hogy nem tetsz 31-et, lehet csak felmondani, hanem május 15-ig abba az évbe, ami azt jelenti, hogy ez évben is, ha kell,
Nem azt mondjuk, hogy az nekünk jó az jó, de most azért, ha marad, ha gondoljátok, így marad, hogy nincs akadály, de csak az sem, hogy ne legyen 6 hónapban, hogy ha nektek ez rugalmasabb. De ha maradhat, akkor semmi akadály, akkor 7-es pont úgy marad, hogy tetsz 31, kész. Amíg egyelőre már csak a 2015 napon van a hangsúly, meg úgy gondolom, hogy a Márint kollega által felvetett javaslatra, vagy kiegészítése, az szintén esetleg belekerülhet a megállapodásba, ezzel kiegészítve, akkor talán közös nevezőre tudunk tudni, és akkor sok beszéd szegénység volt. Tessék velem! Nem mindig tudtunk kétszer szólni, de nem is akarom tudtok játszani, mint a békebíró szeretnék. De hogy kell, akkor felvállam. Annyira ott, aki ismert, tehát én hál' Istennek kezdődött, hogy legfogja még sok mindent elmondani. Gyűlöltés, támadás, előre, hátul, tehát jöhet még, hál' Istennek. Na de neked is, Pepa, ha megmondom, cimbora vagy baráti kezében, de azért neked is egyformán kezében, de azért. Tehát a hangnemet próbáljuk egy cseppet diplomatikusokat. Na, a diplomatikusokat, tehát emberek vagyunk, nem akarom itt felhozni az uniós. Az Unióban van, hát akkor már még azt mondtam a cigánynak is eltállt a kezébe, hogy eltállt, beléptünk az Unióba, most már mondom, nem szabad az iskolába bemegy, az igazgatónak neki menni. Érted? Tehát mondom, ez már az Unió tiltja. Tehát az ember próbál lassan rávezetni őket. Visszatértél. Tehát úgy látom, hogy a Bénk önkormányzata is, tehát élne polgármester. Tehát én, van némi igazság abban is, amit te mondtál, de itt most nem akarok itt a kétkulcsos szerepét felvállalni kezében, de mások is némi igazsága van, mert most azt mondom, most maguk ellen beszélek, kétkulcsokban ellen, akkor mások miért vállalja fel bennünket, ha neki abból nincsen haszna. Sajnos, hogy ebben az önkormányzati szférában is sajnos ez a úgynevezett profitálisség érvényes, hogyha nincsen haszna, mert most már azt mondja, akkor azt mondom, hogy hát kívül távosabb, már nem akarok durva lenni, most magam ellen beszélek. De most itt a 2015 nap, én javasolnám nektek is elfogadásra kérlek szépen, és akkor ez már itt ebben benne van, mert utána is, szoktam mondani viccesen, utána majd, utána fordulhat Mándok város önkormányzata a Magyar Független Bíróság. Akkor tudjuk, hogy a Magyar Független Bíróság szintén elmegy egy darab ügykészében, mire arra pontot tesz. Mert még utána én már jártam ott is készében, utána még van egy felülvizsgálati bíróság is készében, tehát én már jártam a legfelsőbbön, nem de vagy az Isten, hogy aki álljon már ott részben, én már jártam ott, tehát én már egyik nélkül megfordulom. De ez nem nincs. Most ezért mondtam készében, tehát én javaslom egy elfogadásra, és azzal készítem, hogy odállom, hogy a Mándor Önkormányzat részéről is partner. Látok bennük, hogy az a kérdés, amit részlet megismételnék, hogy a kontinens az következne, hogy csökkentve a bejáró tanulók támogatására kapott állami normatívával, mint ahogy az erdészúr a képviselő úr is elmondta, hogy tehát ő részéről is ezt támogatást nyerne az őszájából valóban először, mert ez alátámasztaná azt a számszaki részt, amit már itt szintrumban lenne, ahogy ha ezen közben, akkor kettő, tehát nincs szintrumban, nem akarok gondolatban vanni, és utána te is ezt elmondhatóan talán te is, és a felkoparatot is. Köszönöm szépen! Ember, köszönöm szépen! Ha nincs több vélemény, akkor megkérdezem, hogy esetleg Benk kér egy pár percünetet, hogy ezt a 2015 napot eldöntse. Ha kell, akkor egy 5 percünetet, és addig akkor esetleg eljön. Nem kérjük, köszönöm. De nekem még lenne egy pár ezzel kapcsolatosan. Igen. Hát most nem tudom, hogy alakul ki ez a parázsvita a polgármesterek között, mert végül is én úgy tudom, meg a jegyzőről is. Már én nem tisztelt a kivételek van. Tudod, én nem szoktam beszélni. Jó, most én a két polgármesterről gondoltam. Végül is a jegyzőről is tudja, hogy én minden ülésen megkérdeztem, hogy a Mándoki hozzájárulás ki van rendezve. A legutóbbi ülésünkön is feltettem ezt a kérdést, és akkor
tehát az volt a válasz, hogy december 31-ig rendben van. És tehát azzal sem értek egyet, azzal a mondattal, amit a polgármester úr mondott, hogy mehetünk oda, ahová akarunk. Itt nekünk nem állt szándékunkban egyáltalán kell mondani ezt a megállapodást, tehát nem is volt szó erről. Most, hogy kettőtök között ez a vita hogy alakul ki, én ezt nem tudhatom, ugye nem voltam jelen, de szerintem itt mind a két félnek alkalmazkodni kellene egymáshoz, és talán a beszéd stílusában van egy kis gond, ez az én meglátásom. És törekedjünk arra, hogy közös nevezőre jussunk. Nekünk csak ennyi problémánk volt idáig, vagy ennyi gondunk, és szeretnénk, hogyha meg tudnánk egyedül ebben a hozzájárulásban, és kértük legalábbis a részemről, hogy egy olyan kimutatás legyen, ami áttekinthető, tehát visszavezethető arra, hogy mennyi állami normatívát, miből áll a kiadás, és nekem csak ennyi volt a kérésem. De bízom abban, hogy továbbra is meg tudunk egyezni, és tehát partnerek leszünk ebben, hogy kialakuljon ez a szám. Köszönöm. Az, hogy miért ezt én tudom, ezt tudja a polgármestered is, esetleg ezt a nemet, én nem nektek szántam, hogy oda, mert akik nem voltak benne a testületben, régek itt valami is tudják, hogy egyetlen polgármester se letávol, vagy a testületben is nem kellett ilyen hangember beszélni is, és ugyanezt nem kaptam én sem vissza. Mindig azt mondom, amilyen az agyon Isten van, a fogadj Isten, de részletében nem akarok belemenni, mert ez nem tartozik most ide, hogy miért volt ez. És ha nem felült volna fel ez, ahogy elmennek, biztos nem lehet menni. Ha tudnád vagy tudnátok az előzőjét, akkor biztosan nem lesz 2000. Ez egy dolog, maradjunk annyiban, ez legyen a videó. Én mindig azt mondtam, hogy azért van a testület, és a testületek, döntnek. A polgármesternek de amikor egy szemébe úgy nyilatkozik, hogy szinte az már testet nem is, hogy szeretném változott, hogy mindenkinek ez a véleménye, de nem hallottam róla. Úgyhogy maradjunk ennyibe, én továbbra is azt mondtam, hogy és mondom, hogy én kompromisszum kész vagyok. Én nem azt mondom, hogy el kell menni. De fenyegetni se hagyom magamat és a testületemet azáltal, hogy majd valaki úgy gondolja, hogy vagy legyen. El volt mondva, ha itt van ez a módosítás, és ezért kérdeztem azokat, mostnak nem, ebbe is hallandóak vagyunk, nézzük, ha 15 nap, és ez most már 2015 nap volna, ha kértek rá egy műfontot, vagy egy pár percet, hogy megbeszítik, azt mondta a polgármester, amit nem kértek, én felteszem ezt a módosításokat először is szavazásra, és akkor utána egész minden testület el fogja majd dönteni, hogy hogy legyen, és utána akkor majd meglátjuk a másik napjánékot. Tessék be! Én azt mondom, hogy hát kicsit tudnám érni már ezeken a dolgokon, hogy kinek ki már mi fáj. Így van, miért tudnám. Találkozom az életek. Mindenki szóljon ez a tárgyalás is. Megbeszélések, mert egyáltalán mindenféle ilyenre jutok. Tehát elsősorban arról szóljon, hogy tehát ha csak lehetséges, akkor szülessen megállapodás, de viszont mindenkinek a maga dolga, mindenki valamilyen szinten fordulni szeretne, de mindetőbb nekünk is az a célunk, hogy igen, van egy régi kialakult dolog, ami valamilyen szinten működött, szeretnénk mi is egy kicsit jobban, kicsit talán változtatni, és azért nem kell mesélni, megbántódni, de attól függetlenül azon vagyunk, hogy hát közös nevezőjük is tudunk. Jó? Ezt nem is így volt, így kell majd. Ilyen, amit van. Egy hajlandó hozzáfűzni van, hogy a polgármester nem dönt és nem is fog dönteni a testület jóvárhagyás miatt. Én ezt tudom, csak nem igaz, hogy maradjunk ennyibe. Köszönöm szépen. Tessék! Nem tudok végig, hogy jól mondani. Kérdez, szabd, zárj! Jó. Megszívelem, de én mondom, tudod, hogy az Isten mit mondott Mózesnek a tisztulányod előtt? Mondjam? Bosszú alun elé, a robot ne tartsod elé, a férjére, hanem szeressed felváltozni magadat, mert én vagyok.
Én gondolom, hogy most már a Mókocsi kulindítványnál tartunk. Az első Mókocsi kulindítvány akkor a tisztaktós polgármester kollégának az, hogy a tanulókat a kormány szövegot vesz benne. Mármint részéről, aki ezt elfogadja, akkor úgy gondolom, ez fog menni. A második javaslat a hatos, ami azt jelenti, nem 8 nap, 2x8 nap, hanem 2x15 nap az inkasszóval kapcsolatosan, és ugyanúgy marad. A hetes pontnál viszont, hogy a DEC 31 volt, hogy addig kell a megállapodással feledkezni felmondani, volt egy javaslat, hogy május 15, de akkor azt hiszem, hogy ha ez nektek nem okoz problémát, akkor maradtak a hetes pont úgy, ahogy vannak. Május 15.